Tehát először is nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy úgymond 10,5 éves ciklusnak a úgy az elején vagyunk, hogy a kitűzött célunkat, amit mi nagyon szerettünk volna annak idején, annak az előlépcsőjén most ott állunk. Nagyon sok munka vár még ránk ahhoz, hogy mi az olimpiát meg tudjuk valósítani. Ezzel nekünk az Adél részéről a felnőtt bajnokságnak vége van. Már este elkezdtünk edzeni, mert durván egy hónap múlva Londonban az Európa bajnokságon kell részt vennie, és ott ezen az időn nekünk javítani kell, hogy biztos utazó legyen az Adél. Én úgy gondolom, hogy az ő akarása és a munka iránti tisztelet, amit mostanában elvégzett, az előremutató, és úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog. Hát azon kívül, hogy baromi boldog vagyok, és modellot lehetne velem fogadni, más most mit tudok mondani, hangom sincsen. Nagyon-nagyon büszke vagyok az egész csapatom teljesítményére, ide kell vennem a tegnapi váltót is. Tényleg ez egy történelmi pillanat volt, és úgy gondolom, hogy egy egyesületnek, egy csapatnak az erejét az mutatja meg, hogy milyen a váltója, hogy mennyire egységes. És neki nagyon egységes volt tegnap az akarásunk, a tudásunk, és rettentően büszke vagyok a többi három lányra is.